úgy gondoltam, hogy nyomni kell. Ha már megjelent, bele kell esnünk, így, hogy idő előtt befejeztük a Life is Strange-nek az utolsó chapterjét. Szóval nyomjuk. Közben nagyon-nagyon szépen köszönöm George, köszi szépen a 4 év támogatást, mint feliratkozott vadász. Üdv újra itt köztünk. Srácok, pergessétek meg George-nak a szvegeket. Elképesztő. Köszi szépen, George. És neked is nagyon-nagyon szépen köszönöm, Ketelia. Köszi szépen a támogatást néked is. Srácok, pergessétek mind Keteliának, mind George-nak egyaránt. Ha egy kicsit megmozdítom nektek itt a kamerát. Jó, talán így. A lényeg ott látható. Ezt csinálta meg egyébként a munkás ember. Ott átázott a falunk. És most már pöpec, nincsen gond. A repedés is eltűnt, az meg itt volt a falon. És szép minden, meg lett szílózva. Minden, úgyhogy minden frankó. Hát én nyomtam volna már tegnap is, hogyha be lehetett volna jutni. Én úgy gondolom, hogy most ezzel nem lesz para, legalábbis nekem. Our modest fellowship expands. Praise the sub. Praise the sub, Árni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a 215 feliratkozás ajándékozásodat. Our modest fellowship expands. És köszi szépen most praise az ötös. Praise the sub. Praise the. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy lullaby. Jurussi, Jolly, Chris Van, Chori első hónapját lehetővé tetted. Wow, köszi szépen. Hát micsoda kezdés. Köszi szépen, srácok, a támogatásaitokat. Megkíméljétek, srácok, a chatet. Lianna, nagyon-nagyon szépen köszönöm az 50-es cheert. Üdv mindenkinek, srácok. Új karaktert fogunk kezdeni, mert nekem még nincsen. Azt írogatjét, hogy Poik már online van. Nekem meg azt a feladatot adta ki Avid, hogy ezzel zaklatott, hogy muszáj a NAV-ra csinálnom karaktert. Én meg mondtam neki, hogy de hát egyébként is a NAV-on játszottam, szóval, hogy ezzel nem lesz gond. NAV-oskodunk, srácok. Wow! Nagyon szépen köszönöm közben itt a csíreket, mind neked, Szofi. Köszi szépen a 100-as csírt, és neked is Nipelite a bugizós 100-ast. Nagyon szépen köszönöm, srácok, a támogatásaitokat már így kora reggel. Ahogy olvastam, Stickynek már van 10 órája, abból 8 óra a Q-ba várakozás. Hát igen, láttam, hogy tegnap mi volt a helyzet. Toljuk meg jeáit. Most szerencsére így európai szerókon délelőtt nincsen para. A legkeményebbek muspelli... Aha, az nem tudom, George, az jó hely? Medvezje, nagyon szépen köszönöm a kedves szavakat, és örülök, hogy többször térsz majd be a streamre. Érezd jól magad. Az jó, mert csak mi nem kaptunk új szervereket, mindenki más kapott. Itt most... Ezt úgy kell érteni, hogy a navosok nem navra nem tud menni több player, vagy mint európaiak nem kaptunk több szervert. Üdvünk mindenkinek! Neked is nagyon-nagyon szépen köszönöm, Keteli, a 100-as cheert. Én már korábban is csapattam, srácok, ezzel a játékkal. Tavaly viszonylag korán kaptam hozzáférést. És pár hónapja is ment, amikor elérhetővé vált a zárt béta, mert hogy elő kellett rendelni a játékot, hogy tudja nyomni.
Aztán volt valami open beta is most. Egy pár napos, de azt már nem próbáltam. Mert úgy voltam, hogy minek? Úgyis mindjárt megjelenik. Hát ez nem én leszek, ez biztos. Ja, hogy az EU-sok nem kaptak új szervert. Na, hát megformáljuk Lajost. Hát ez tetszik. Ez így elsőre tett, ez nem. Ez se. Na, szerintem ez egy nagyon jó kiindulási alap. Aha. Az a gond, hogy nem látom így az arcát. Laca. Köszi szépen a 200-as sírt, a buggizós sírt. Illetve... Árni, nagyon szépen köszönöm a 216. feliratkozás ajándékozásodat, még az emedvezjel számára. Köszi szépen, Árni. Rendes tőled. Srácok, peregjenek azok a bizonyos összegek. A new subscriber arrives. It fills you with determination. Ezt most annyira nem értem, hogy most mi történt. Azt írja ki nekem itt a Twitch-et, hogy Árni adott egy szabot medvezjenek, és még fel is iratkozott. Nem tudom. Sherlock? Valami Sherlockunk van esetleg, aki már magyarázza, hogy most mi történt? Igen, itt a bőrszínek vannak, ott az arcok. Vett még több hónapot? Előfizetett 2 hónapra. Á, értem! Jó. Feliratkozott plusz 2 hónapra az ajándék után. Á, köszönöm szépen! Aha, jó. Értem. Oké. Köszönöm szépen, srácok. Ugyanabban a pillanatban én is feliratkoztam. Á. Köszi szépen, srácok. Nem leszünk Davidek, srácok. Mindjárt átállítom a hajamat. Szia, Danna. Szerusz, Kort. Csú-csú. Ó. Hát nem. Azt hiszem ez volt. Múltkor. Nehéz egyébként dönteni. A címben ott van, hogy milyen szerom vagyok, srácok. Bár lehet a homlokomra kellett volna tetováltatni. Azért erős hajak vannak. Bár lehet, hogy zavaró lehet a címbe a szerver nevem, mert azt hihetitek, hogy navos vagyok, mint sem, hogy a NAV szerveren játszok. Hát ez nagyon művészi. Szerintem Lajosnak tökéletes ez a haj. Jó. Lajos barát, így van. Lajos barát. Azt hiszem megvan a tökéletes kombó. Úgy tudom, az a bis, hogy a facecam aljára csupa nagybetűkkel. Nekem ez a játék kimaradt, mennyire érdemes arra, hogy ne maradjon ki. Hát figyelj, úgy hallottam, hogy nagyon szereted a WoW-ot, Danna, és ha legalább annyi, tehát szerintem ezt a játékot hasonlóan megszeretheted, úgyhogy jobb is, hogy kimarad. Buba, nem szeretnéd, hogy így nézzen ki a karakter? Miért? Mi bajod van a barátokkal? Az amúgy egy fokkal jobb. Ez egy fokkal jobb. Egy pillanat, srácok. Hát ez biztos nem, hát ez hogy néz már ki? Bármint nem a szakál. Jó. Igazából... Ez eldöntetett.
Ja, jó jársz, hogyha kimarad, Danna. Mert csak beszippan. Hát, én nem tudom. Piros szemű legyen. Miért ne? Miért is ne? És szeplős. Így van, így van. Nem az... Miért nem lehet a fejére kérni? A kopasz fejbúbjára kérni. Egyelőre a problémám, hogy medium quality fölött nincs olyan gép, amin stabil 60 FPS-sel tudna futni. Nekem egy kicsit zavaró, hogy itt a karakter králó az ilyen 20 FPS-sel megy. Köszi szépen amúgy mindenkinek, aki részt vett a Hyphonadban. Köszi szépen srácok a támogatásaitokat. Jó, tehát nem lesz szeplős. Bár nem tudom, hogy lehet-e műteni ebben a világban. Leműteni róla a szeplőket, úgyhogy nem kezdünk ilyenbe bele. Na ez legyen kihúzva. Sárgán. Csak vicceltem. Teljesen jók vagyunk így, mehet. Lajos. Barát. Ez hihetetlen, a Lajos foglalt. A E-Hunter nem. Jaj, ez nagyon jó, srácok. Micsoda? Megcsináltuk Kratoszt? Jó, de Kratosznak nem volt ilyen haja. Bár lehet, hogy Kratosznak ilyen haja lenne, hogyha nem borotválná. Én már reggel kihortam egy agyvérzést a New World-be, kedves honfitársaink. Úristen, Q van! Hát ez hihetetlen. Ez hihetetlen, srácok. El is megyek. Nekem így nincs is kedvem játszani. Q van reggel. Hihetetlen. Na, olvasd el, igen. Ő a Ragnarök utáni Kratosz, aki a keresztény isteneket, a Szent Háromságot fogja kinyírni. Nagyon jó, nagyon jól nézünk ki. Amúgy ez a full grafika. Ha valakit érdekel, ez itt a full grafika. Minden maxon van. Még az is, amit nem lehet maxra rakni. Azt mondja, hogy ő a kapitány, és béna volt. Ez még mindig menő egyébként. Ez a tutoriál. Ez még továbbra is menős, kacok. Hát tegnap még 2800-as Q is volt. Na. Azt mondta, hogy szerezzük vissza a törpe kapitánynak a cuccait. Meg is van. Szereztünk egy shieldet, és be is tesszük. Így kell berakni. 20 000-es volt a legnagyobb Q az EU szervereken? Ezek az európaiakok, ezek miért akarnak ennyit? Jó vördözni. Lehet ugrálni. Hát nem tudom, amúgy a tutoriál részhez így nincs ennyire kidolgozva, mert ez... Hát nem tudom. Ez elég csufi. Ez a rész. Levédtük shield-el a sebzését, hát ezt már nem. Jól hallani amúgy a játékot, nem halk egy picit? Szerintem halk amúgy. Majd észreveszed az FPS-en, ha a kidolgozott részhez érünk. Amúgy, ha elkezd zöldülni a táj, akkor majd ez már kidolgozott rész lesz.
Jó, talán egy kicsit túlhúztam a hangot. Oké. Space V. Nagyon jók vagyunk. Oda nézzetek. Fejlődött a kard és shield képesség. Van itt még rapier, van itt hatchet, spear, great axe, warhammer, bow, muskéta, fire staff, life staff, ice gauntlet. Az ice gauntlet egyébként az a legújabb fegyver. És ezek a csoportok vannak, amiket így használhatunk. Tehát a pajzs az például csak a shield-el megy együtt. Milyen a gép igénye? Hát hatalmas. Kiraktuk ezt a... Bocsánat, a pajzs az csak a karddal megy együtt. Tehát, hogy például nem tudsz olyan őrült kombókat csinálni, hogy kétkezes bárdot fogsz a kezedbe. Na ez... Ez a rész már menő. Ez a rész már menőn néz ki. Itt már vannak árnyékok, meg zöld, meg piros, meg többfajta szín. Hát úgy néz ki, srácok, hogy nem változott ez a tutoriál rész a bétákhoz képest. Ennek olyan tyúk hangja volt, nem? I know the island's secret. Now I know true power. Ő itt tudja a true power-t. True power! Legyőztem. Igen, a játék címénél nem látszódott, tehát amikor kiírták a játék címét, akkor nem látszódott teljesen, csak annyi, hogy Wavered, igen. Kiírták a játék nevét olvashatatlanul. Igen, az nekem is szembetűnő volt, de nem akartam megszólalni, hogy észrevettem ezt is, mert azt mondanátok, hogy csak ekézem a játékot. Pedig amúgy... Eddig semmi különbség nincs a béta meg a megjelent játék között. Igazából... no hit, mert hogy igen, no hitre noltuk az előzőt. Jó, de az Ice Gauntlet az már a bétába bejött, szóval, hogy az nem újdonság. Most így a megjelent játékban. Level 0-0-0. Itt ismerkedünk. Ezeket már csináltam ugye a bétába. Szóval megpróbálunk mi hamarabb túljutni azon a szinten, hogy tudjak nektek úgymond újat is mutatni. Ez gyakorlatilag most csináljuk meg harmadjára, azzal a különbséggel, hogy ez, amit most csinálok, ez már nem vészel. Uh,
Reméljük, hogy nem vész el, persze. Supply, egy kis supply. Melyes szintig jutottam? Hát 20 felé szerintem sose mentem. Talán ezen a területen kezdtem amúgy legelőször. Jé, egy szervel, ahol a chaten angolul beszélnek. Megmutatnám a Muspelheim-es közösségnek. Az a Muspelheim, ott is vannak magyarok? Azért mondod, Siri? Most vissza kell mennünk Nórához, hogy így megöltünk pár ilyen enemit. Mivel is lehet-e? X-el lehet elrakni a fegyót. Muspelheimen van mindenki kb. A magyarok közül, legalábbis úgy tudom. Ó! Oh. Muspelheim a hivatalos magyar szerver, és már tegnap ment az anyázás globálban, hogy ők nem beszélnek angolul a chaten. Oh. I know it wasn't a pleasant task, but it was the right thing. Helps. Oh, most az egyik legnagyobb klán, a Black Army is ott van, aha. Zöld fákat kell gyűjtenünk a bokorból. Hát igen, nekem úgy jön le, amit így mondtok, hogy a, ez a Muspelheim, ez ilyen Bloodscape Ragnaros feeling, ha Vovosra kéne lefordítani. Mit akar? Skinning knife-ot csináljunk, azt akarja tőlünk a játék. Egy Greenwood és egy Flint kell hozzá. És be is állítjuk aktív túlnak. Kinyitjuk a zacskót. Vagy ez a zacskó már ki is nyílt automatikusan? Lehet itt egy sokkal jobb nadrágom. Dupla bal klik és kell a cipellő is. A sajna még nem tudom, hogy raid lesz, vagy van-e már a játékban, ezt tudja valaki? Nem tudom, de hogyha ilyeneket tudtok, nyugodtan mondjátok, srácok. Ez a játék mennyire lesz játszható és élvezhető szólóba? Hát, srácok, mint a legtöbb MMO játék, ha egyedül akartok játszani, akkor ez nem biztos, hogy nektek való. Tehát masszív multiplayer. Sok játékossal kell együtt játszanod. Erről szól az endgame. Ez olyan, mintha azt kérdeznétek, hogy el lehet menni egyedül bulizni? El. Nagyjából. Szia, cirkány megy! Szia, Zakika! Meg kell sütnünk azt, amit szereztünk a vaddisznóban. Én is szólóban nyomtam a fejlődést. Azt én is élvezem egyébként, Goffri. Sőt, amióta nem rédezek, meg nem szervezek rédeket, meg ilyenek a WoW-ba, mert ez elég régóta, azóta a leveling a kedvencem nekem is. Ez, hát ja, lehet, hogy ez egy jobb hasonlatban, hogy olyan, mintha cségóba botok ellen játszanál. Ja. Mit akar? Igen, süssük meg a húsit. Hát jó, persze, lehet azt mondani, hogy lehet érvényesülni szólóba. A kérdés, hogy mi a cél? Credence, vegyenc.
mi a cél a játékban? Felhúz egy karaktert max szintre, vagy endgame contentet is csapas. Elindultam rossz fele. Nothing beats the smell of fresh meat on an open. It's tradition in First Light to keep record of all the shipwrecks. Na, végre itt van. Ládikó. Kaptunk egy dresszt, meg egy sörtet. Felvesszük. Ez az. Na, hogy áll ez a hacuka a kis Lajos barátnak? Milyen kasztok vannak? Hát itt a kasztok az gyakorlatilag azok, amik a fegyverek. Tehát játszhatsz karddal, pajzsal, rapierrel, hecsittel és ezekkel a fegyverekkel. Tehát a kasztok, mint olyanok, ha a varázslóra gondolsz, akkor ha ezeket a fegyvereket használod. Hajó törött rekordokat kell keresnünk. Ja, szóval van mágus, igen. Háromfajta mágus is van. Tetszik, hogy minden megvan animálva. Ha jól emlékszem, a The Elder Scrolls Online-ban is már egy csomó minden meg volt animálva. Hova kell mennünk? Supply, meg akarják a testem. Persze. Szevasz, Patász, szevasztok, srácok. Szerintem akkor ő egy MMORPG, ha a leveling rész izgalmas, küldetésekkel dob meg, az endgame pedig változatosan izgalmas. Én egyébként abszolút el vagyok az egyedül fejlődéssel. Azt nézem, hogy hova kell most mennünk. Tényleg, srácok, azokat a cuccokat, amiket dropokból gyűjtöttünk, azokat most be lehet gyűjteni? Be kéne tudnunk már gyűjteni. És ha be tudjuk gyűjteni, mikor tudjuk őket majd használni? Vagy ne tegyek fel ilyen kérdéseket, mert nem tudjátok még rá választani. Igen, jobb klik az itemen az inventory-ban. Uha. Akkor én azokat nem gyűjthettem be? Ugye megnézem. Pillanat. Közben nagyon-nagyon szépen köszönöm Casuális a támogatás alatt, mert a negyedik hónapja. Üdv újra itt köztünk. Srácok, peregjenek azok a bizonyos szegek Casuálisnak. Köszi szépen a támogatásodat. A Conan nem lett begyűjtve, viszont a New World... Hát a New World-et meg nem is látom egyáltalán. De ott van. Aha, jó. Akkor be van gyűjtve. Köszi szépen, Casuális. Hát figyelj, lehet, hogy a WoW elején olyan küldetések vannak nagyjából, hogy ölj meg ennyit, meg gyűjts be annyit, meg kísérd el ide, meg oda a karaktereket. De ez, ahogy jöttek a kiegészítők, egyre inkább változott meg. Szóval lehet, hogy az elején ilyen volt,
de egyre változatosak lettek a küldetések a WoW-ba is. Nem csak erről volt szó. Nem nyomja a füles a fejemet a szemüveg miatt. Szerencsére nem, és még nem is volt ezzel egyébként gondom. Olyan kérdéseket teszták fel, hogy kimelegettem, nem csak viccelek. Bros Skins szerintem erre gondolt, Xidi. Azt hiszem. És azt mondja, hogy már csak be kell állítani. Ezeket így kell valahol látni. Ja, WoW World-t átdolgozták. Szerencsére a közepe, azaz a leveling, az meg olyan, hogy viszonylag gyorsan túl tudsz rajta menni. Így azzal, hogy kevesebb szint is van. Az eszközre, aha, és mire nyomjak szerintetek? Change skin. Aha. Értem. Hát én nem tudom, milyen skinjeim vannak vajon. Meg lehet azt nézni, hogy milyen skinjeim vannak egyáltalán? Aha. Jó. Aha, cuccokon kell jobb klikkelni. Ja, félreértettelek akkor ezek szerint, Fumika. Hát nagyon menő cuccaim lettek. Úgy néz ki, hogy nekem az első drop az így kimaradt. Azt én valószínűleg nem gyűjtöttem be. Szia Csitke, szia Megitta, szevasztok srácok! Hú, azt hittem, hogy beakadtunk a semmibe. Simán lehet, hogy beakadhatunk a semmibe. Ne! Én is akarok ilyet. Jó. Ez a feladatunk, hogy 210 méter még ás sétáljunk. Ma már könnyű volt a szerverbe bejutni? Hát azért kicsit várni kellett a Q-ba, Goffri. Egy ember volt előttem, de bejutottunk gyorsan. Na, Kort írt közben nekünk valami okosságot, hogy lehet megnézni a skineket. Ask Store és az Unlocked Skin. Unlocked Items, aha. Aha, és akkor itt lenne kiírva, hogyha lenne. Hogy a 10 utolsó cuccot mutatná itt meg nekem, de nem mutatja, aha. Esett valami más fegyver közben nekünk? Azt nézem, hogy még nem. Itt a kvartémester. A kvartémestert elég egyszerű volt lecsapni. Nagyon akarnak. Milyen jó, hogy AOE támadásom van.
Látszom, hogy itt valami supplyt. Itt valami supplyt dobtak. Majd, hogy található. És a fene se tudja. Aha. Ide kell jönnöm? Aha, itt a zászló. Másik pedig a másik oldalán van. Na, srácok! Mindjárt level 5-ös leszek, ez egy speedrun, ez egy New World speedrun stream. Jó, merre kell mennünk? Vissza kell mennünk a Nórához, ő pedig 200 méterre van. Tényleg egyébként kérdőjel, skacok. Mit tudtok arról, hogy lehet még mindig a víz alján sétálni? Mármint, hogy a vízbe, hogyha belemegy a karakterünk, még mindig az alján sétál. Jött valami cool update a bétához képest? Valamiben jobb lett? Még mindig sétálás van a víz alján, aha. Akkor jó. Ezt te is furcsáltad, hogy sétáltál az alján? Okay. Lehet tudni egyébként, hogy miben változott a bétától a játék? Ha esetleg tudjátok. Jó fele jövök? Jó fele. Igen, annyiba változott, hogy kijött. Ez igaz? Már nem béta. Ja, és annyiba is változott, tudom, mindjárt mondjátok, hogy ha... hogy most már ez a karaktered nem vészel. Látványos változás nincs, aha. Van Lunch DS Pécsi nóta. Na nézzük. Fix, fix. Fix, fix, fix. Aha. Quest AI bug fix. Aha. Hát ilyen fixek. Hát azért elég erős, hogy hogy majdnem patika a béta. Ezt is itt szét kell csapnunk, hogy tovább tudjunk menni. Nézzek, segbe küldtek. Aha, szét kellett csapnunk. Nyomom kéne egy paját. Chaplint is meg kell csapkodni. Húha. Chaplin szóló. Vannak ilyen puzzle vagy egyéb részek? Hát most így nem ugrik be. Legyőztük az elitet. Emlékszem, hogy itt a bétában mindig nagy tolongás volt, és arra vártunk, hogy spawnoljon. Már ez a terület sem a régi. Régen minden jobb volt.
Dead Game. Bárcsak a muspelle helyemen kezdtem volna. Világos, világos Fumika, hogy mire gondolsz, de most én nem ugrik be, hogy lenne ének ilyen puzzle-ok. Szerintem nem játszottam annyit a játékkal, hogy ez így kiderüljön. Legalábbis az elejéről nekem nem rémlik, hogy lett volna ilyesmi. Jó, nyissa meg a térképet és húzzunk el oda. Enter, level 6 lett. Ding, ding. Ja, persze, lehet, hogy a chat jobban tudja. Egy kis dex ide, majd hogy estér oda, dex oda, csá. És kéne rakni pontot. Igen, beállítjuk, hogy arra szaladjon a karakter, és teszünk. Arra, hogy hát amúgy nem tudom, én nem ilyen shieldes akárki akarok lenni. Van spearünk. Jó, egyelőre sword and shieldes akárki leszek. Heavy attack-kal 5-szekig erősebbek leszünk. Blokkolás nem szívja annyira a staminát. Stunolni tudok. Ó! Oh. 5% rende 10 szekig, amikor redukáljuk a targetnek az armorját. Jaj, a level 20-ig ingyenes a respec. Én valami, mit tudom én. Hát, valami ilyesmi akarok lenni. Hatchet, Great Axe, Warhammer, ezek azok, amik így bejöttek. Au. Ki? Ezek elég combosak. Hát igen. Itt van Girosz. Nézzétek meg, ide jött menőzni. Okvetlen pöcskénz. Köszi szépen a 100-as sírt. Na. Nagyon akarnak maguknak a farkasok. Olyan tippeket adnak itt közben a World Chat-en, hogy dugjátok be az egeret. Jobb már a szerverbe lehet gyorsan logolni? Igen. Persze. De az ugye megvan, Berserker, hogy most délelőtt van. És nem este. És nem az első nap. Az igen, annak milyen shieldje van, haló?
mindjárt mondani kell a játékra, hogy pay to win. Igen. Igen, Glide itt lehet R6 operátort választani, hogyha elrendezünk. Igen, igen. Nem lennék meglepődve, Daniminator, hogy az Amazon játék, azaz a New World, Amazonos szervereken lenne. Nem biztos, hogy Amazonos szerverek alatt van a játszi. Szilvia azt mondja, hogy örömmel lát minket, mehet az ismerkedés a várossal. Ismerjünk meg mindenkit. Amúgy, ja, 35 FPS haló. Az elég komoly. A szarabból megy a játék, mint a bétába. Igen, szeretnék becsekkolni a kocsmába. Javaslom a cím elolvasását, Jónás, hogyha az érdekel, hogy hol játszom. A trading posztot kéne megnyitni, és azt itt lehet? Ja, értem, szóval, hogy ott lehet. Jó, és akkor van storage shedünk is, ez gyakorlatilag a ládikunk, minden városban van egy ládikó. És akkor oda lehet pakolászni. Csak rossz felől megyek. Na, én ide nem akarok berakni semmit, köszönöm szépen. De most már tudjuk, hogy van ilyenünk is. Talán a sapkát azt érdemes lenne használni. Azt a rucit nem, mert gagyi, azt a rucit se. Igazából szervizseljük. Jó, ezeket így szétszedjük, és akkor a Gladysszal kell újra beszélni. Zöld frakciós nem sokat látni körülöttem. Hát nem tudom, hogy melyik a klán logó és melyik a frakció jele, szóval ezt nem vágom, kakasos. Azt mondja, Szilviával kell most dumálni. Hát figyelj, szerintem nem is akarnak szerveleket bővíteni. Magistrate Bond is getting impatient. Is one truth that that's the spirit, even under dire circumstances. Oké, és stone kell, meg fát kell gyűjtenünk. Mondom, a szín a frakció, azonből változhat a logó. Igen? Ez így van, skacok? Hát egyetlen egy zöldet láttunk akkor, hogyha ez így van, ahogy kakasos mondja. Van-e klánom? Nincs. De ha lenne is, igazából... fejlődni úgyis egyedül terveztem. Kéne csinálnunk tábort. Ezt nem akarja megmutatni a játék, hogy hogy kell? Hogy lehet csinálni tábort, srácok? A camping nincsen állokkolva. Most fogjuk azt megtanulni? Valószínűleg amúgy most lesz majd. A
tábor földes, aha, jó. Vannak része a játéknak, ami olyan jól néz ki, olyan igényes. Billy, hát nagyon szépen köszönöm. Köszi szépen a 124. feliratkozás ajándékozásodat. Köszi szépen, hogy ezzel Glide-nak a 28. hónapját lehetővé tettem. Flint meg Greenwood kell hozzá. Jó, most meg kavicsot kell gyűjtenünk. Ó, valaki már nyomja itt a bányászást, ahogy hallom. Ne menőzzél, én is akarok bányászni. Szia, D-Looper. Ja, gather stone by mining boulders. Értem. Hát ahhoz kéne. Na várjunk. Hogy fogunk tudni bányászni, srácok? Már kéne tudnom bányászni, nem? Mert hogy nem flintet kell gyűjteni, hanem kavicsokat. Igen, és azt mondja, hogy pick kell hozzá. Igen, csákány kell hozzá, de csákány meg a campingnél lehet csinálni, nem? Van picked a boulder, az, de nincsen. És campingezni se tudok. Na most mi van, skacok? Van kraftolós hely a városban, oké. Okay. A más campjét nem tudom használni. Azt próbáltam. Ez a trédes hely, talán arra lehet? Menő a karakterem? Látnád a sapka nélkül. Ugye? Nézd meg a városmapon, hogy hol van a forge. Kemence mellett van. Ja, aha, oké, okay, megvan. Tényleg. Ott van a mining pickem, amúgy igazatok volt. De hát én olyat nem... Ja, mert hogy most kaptuk. Jó, oké. Oké. Túl gondoltam a dolgokat. My bad. Küldivel kaptam. Ott gyűjtögetni kell. Ötvenes mining skill kell ide. Cuki, ahogy a karakterem fut. Na majd, hogyha fejlődünk vele, Sophia, akkor nem cukin fog futni. Én még a legelső campnél lecraftoltam mindent az első tűznél. Én is így csináltam múltkor. Aztán mire ezt a küldit kaptam, hogy gyűjtögetni kell, akkor nagyjából a tudtam is leadni rögtön, ahogy felvettem. Na végre. Ez flint. Ja, mert hogy nincsen equippelve a...
kellene vinnél. Igazából az a balta ott mellettem. Jó. Ezt is berakjuk. Szevasz, Gabcsi! Haló! Mi a Angirosz? Miért vagy szomorú? Jó munkás emberek. Szomorú vagy, hogy visszajelölt a leggirosz. Na, mindjárt mehetünk vissza. Körbejártuk a várost. Azért nem craftoltam most le minden toolt egyébként, Poik, mert legutóbb az volt, hogy teljesen fölöslegesen dolgoztam előre, mert hogy megkaptam a cuccokat. Ez rém lett, és most nem akartam ugyanebbe a hibába esni. Jó reggelt, mi ez az új játék? Látom, hogy tegnap óta elég sokan ezzel játszanak. Most jelent meg a New World. MMO játék. Mindenki vágyik már erre az MMO-ra. Azért csapatják most ennyien. Én meg most próbálok túlmenni azon a részen, ahol ahol már voltam bétába. Mi hamarabb új dolgokat tudjak nektek mutatni. Hogy tetszik? Hát így, hogyha már harmadjára csinálom ugyanazt, így egy kicsit uncsi, de ez azért van, mert bétáztam, szóval ja, próbálok igyekezni, hogy ugyanazokat a dolgokat mutassam. Most nézzem, hogy mennyi bőrt kell csinálnunk. Lehet, hogy az összeset. Megcraftoljuk az összeset. Arra vagy kíváncsi, hogy mikor jön majd az Old World? Az lesz a New World Classic. Kavics megmunkálás képességünk is fejlődött. És most már beszélhetünk Szilviával. Azt a rat. 30 FPS. A processzor meg 100%-on. Lehet, hogyha leveszed a grafikát, meg egy csomó mindent lian, akkor nem lesz gond. Igen. Akarunk egy olyat. Egy olyat. Hát az is. Az is. Ja. Greedy goblin, goblinok.
Tetszik a klán név. Neki hogy gyűjti itt a mézet? Nézd ki, hogy nem ide kell jönnünk. Nem akarod, hogy beszippancson? Könnyen elvesznél az MMO-k világába, azt mondod, Lianna. Level 8, ding ding! I believe that everyone in First Light should know their way around the forge. Most jött ki, akkor még biztos optimalizálják. Legyen úgy! Tudom, hogy a WoW is MMO egyébként. És ugye ez is MMO. De valamiért ez a játék bennem ilyen Guild Wars-os élményeket, vagy Guild Wars-os, nem is tudom miket elevenít fel, emlékeket. Ugye a Guild Wars például mennyire szerettem. Bogrum, nagyon szépen köszönöm közben 3 hónapot, üdv újra itt köztünk, és hát gratulál az újabb badge-ethez, meg köszi szépen, hogy a Prime előtte is rám használtad el. Az Aion? Aha. Valaki el tudja mondani, hogy miről szól és milyen ez az új MMORPG? Hát hajrá, srácok. Kell Iron Ore. Kell Iron Ore. Ezt ki tudjuk bontani. Itt is van. És craftolnunk kell Iron Ingotokat. Craftolunk 22-t. Oh. És most, hogy csináltunk ilyen rudakat, kell csinálnunk longswordot. Iron longsword. És a craftolás egyébként nagyon jó, srácok. Most itt nem mutattam meg. Bindolom, igen. Mert lehet hozzátenni cuccokat, spéci cuccokat. Még több azotot lehet hozzárakni, és akkor jobb minőségű cuccot tudunk belőle craftolni. Itt lehet szórakozni azzal, hogy mennyi mindent adunk hozzá. Egy-egy craftolandó dologhoz. És azt határozza meg, hogy milyen lesz. Úgyhogy nekem ez a craft rendszer is amúgy tetszik. A fine blade indeed. I did not know you too. You know who you should speak to. Albert Richards. Micsoda zöld nadrág. So much more than that. Yes. You should go introduce yourself. Téged a Lineage szippantott be kollektívan? Igen, most a Final Fantasy-ban rengetegen kezdtek el Final Fantasy-zni. Vovosok is. Ez nem az. Y-nal lehet campet lerakni. Aha, már engedni. Itt van egy kérdőjelünk, és oda kell mennünk a What It Takes küldetést megcsinálni. Be mine, Suka. Kicsit nekem ázsiai, a cuki-muki ízék, meg a lányos karakterek miatt, de a rendszer jó, aha.
itt egy kis kart. Ja, van ingyenes része a Final Fantasy-nak, hogyha ki akarjátok próbálni. Marka, sokat kell gyilkolnunk. Aha, jó. A main story-nk is erről szól. Marka, sokat gyilkoljunk. Nincs előfizetés. Nincs előfizetés itt a New World-ben. Megveszed a játékot. Az se. Lehet. Szia, Termi! Nyomunk egy kaját. Ja, nem fejeztük be. Még kell nekünk 3 farkas. Nagyon jó. DC Universe Online. Mik vannak? Én még a Star Wars Thorral se játszottam. Oké, látok ott még lent egy farkast. Itt kint egyébként viszonylag jó. Jó az FPS-ünk. Hát erről víza lemaradtunk. Hallom, hogy itt mondja egy farkas, de nem látom. Star Trek Online is volt, komolyan. Star Wars Thor nem volt rossz, csak amikor toltuk, akkor hiányzott az endgame content. Oké, okay, meg vagyunk. Star Trek is vagy a mai napon. Elfelejtettem rányomni erre, hogy izé elköltsük a pontokat. Később, ahogy le tudtam érettségizni, mert akkor kezdett el bepörögni nálunk a Line és 2 láz. Aztán DC Universe Online, a Blade and Soul, a Battlestar Galactica Online. Jesus, partipi! Az komoly. Minden MMO akkor. What? De durva. Hát... állam így a... gémés időbe, középsulis időbe a WoW pörgött ezzelre. Egy időben minden MMO-t kipróbáltam, de már úgy vagyok velük, hogy meh. Ki hogy van ezzel?
Artipi, közben nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásodat, én már a 21. hónapja. Peregjenek, srácok, azok a bizonyos összegek Partipinek. Köszi szépen. Silk Road. A Silk Road volt az első MMO. Köszi szépen a pergetést. Hát... ez a New World... sokkal MMO-bb, sokkal jobban van, tehát, hogy is mondjam nektek, sokkal inkább épít a közösségre, mint a legtöbb mai MMO, azt hiszem. Azzal, hogy ilyen, hát hogy is hívják ezeket? Ilyen territori harc van. Vagy rosszul gondolom? Az igen. Köszi, Szilárd. Milyen gyorsan megskillingálta. Bátyámmal akkor lettünk igazán jobban, amikor elkezdtünk együtt Guild Wars-ozni. A Guild Wars az... Én úgy... nekem úgy maradt abba a Guild Wars, hogy... ez még mindig érdekes számomra. Sose értem el a max szintet például, ha egyáltalán van. És akkor kezdtem vele játszani, amikor már... mert ugye ingyenes lett, legalábbis az eleje. El Greenwood. Oké, és... fully rested, és most azt várja tőlünk a játék, hogy visszapussunk a városba. Guild Wars 1-be, ahhoz az a max... ja, én Guild Wars 2-eztem. Guild Wars 2-ben 80, és onnantól csak új content grind van, nem szintezés, aha. Lett valami új cuccom? Új kardom, új nadre, hát nem. Hát igen, most csak kardot ad a játék, pedig én nem kardozni akarok. Még közös a hordás tetkónk is van, még mindig nem bántam meg. Hát a tetoválásokat, hogyha jól átgondoljátok, akkor azokat nem bánjátok meg. Guild Wars 2-t mi annól megvettük, kitoltuk max szintig, csak akkor endgame content nem volt benne sajnos. Mit nézhettünk volna a végtelenségig, hogy legyen elég tokened a maxos cuccokra, ami 2%-kal volt jobb az addig megszerzettednél. Hát ezek már ilyenek. A végén, hát remél. Legalábbis... legfőképp erről szól, de... de ja. Biztos... ha gyorsan kimaxoltátok az élményeket, akkor úgy nem volt a legtutibb. Az igen, George, nem is gondoltam, hogy téged ennyire beszippantanak az MMO-k.
Mi az a fegyver, amire hajtok? Hát mindegy, csak ne ez a Sword and Shield legyen. És ne is ilyen staff. Ne izgass fel Hydra a torral. Na és akkor kik a sárgák? A Marauder, a szindikátus vagy a Covenant? Mindegy, tök mindegy, már mindegyikkel kell beszélni. Ha már emolkod itt olyan, aki az ősidőben nyomta a kabál online. A Shredder-da van, itt van, ő biztos nyomta. A Covenant, aha. Jó helyre jövünk? Jó. Itt vannak a lilák valszag, igen. I don't know if I'd be here were it the syndicate offers only this. Fent vannak, ha minden igaz, a zöldek. Eddig tetszik, aha. Az MMO-k igazi időtemetők, George. Vigyázz velem. X Petra. A Covenantosok azok az ilyen nagyon vallási izék, igaz? Nyomta a kabát, Force Shielder, Force Blader, Bladerra. Én már bétába is a nabón voltam, Avenger. Csak mondom. Szóval nem tehetek róla, hogy ide jöttek mások is. Jó. Konzultálni kell a magisztrátussal. Na. Sir Teo. Do I see the spark of righteousness in this one? Boom. In a world beset by darkness. Boom. We protect the spark and Covenant. Azt mondja, tudunk váltani nagyjából 4 havonta. Így van. Nem játszottam vele Hydra, viszont nagyon szerettem a Star Wars-os világot, és nagyon szívesen kipróbálnám az MMO-t. El kell mennünk a Hilltopba. Azaz. Na, tehát, hogy menjünk ki. Aztán menjünk oda. Hát az Anna vizsga idején én is nyomtam volt, de addig alig lett meg a vizsga miatt, de most meg a GTA 5 RP-t is időtemetőnek tartom, nem hogy egy MMO. Hát igen. Hát igen, az RP-zés is az is egy beszippantós dolog. Hát kinek mi is, kacok? Kinek mi tetszik igazán?
Azt hiszem egyébként én már teljesen leszoktam, vagy át szocializálódtam ezekről az MMO-król. Igen, lehet horgászni, George. Lehet ilyen gyűjtögetős profokat nyomatni. Real World? Arról nem hallottam, Zakika. Első törésem egyetemen a Skyrim volt, a második a Diablo 3, a harmadik meg a Xenoblade 2. Ejjjj. Egaron. Szóval nem tudom, valahogy én inkább több játékot ismernék meg, mint sem egy óriás játéknak a töredékeit. Valahogy így érzem magam most. Tudom, hogy ezek csúnya szavak az MMO fanoknak. Áruló! Én tudok csúnyábbakat az MMO-ról, ajjaj, Gabcsi. Ja, hát lehet azt mondani, hogy lejöttem. Lejöttem a szerről. Haló? Valaki dobhatna nekem egy másik fegyót. Ez a live stop az még mindig nem érdekel. Au. Azt hiszem, most nem kéne velük harcolni. Jó, hello! Meg van gyújtva. Na majd valaki csak megcsapkodja. Hasonló okokból álltam abba. Több különböző game sztoria, mint egy világ sztoria. New subscriber arrives. It fills you with determination. Vence, köszi szépen a támogatásodat. Dimeron hivatalosan is a feliratkozott vadászok között. Sáncok peregjenek azok a bizonyos szögek. Bencének. Ó, akkor szerintem mindenképp nézd rá, ingyenes is, és licenszel a Star Wars zene, plusz a régi köztársaságot megismered, és lehetsz négyféle Jedi, négyféle Sith, fejvadász, birodalmi ügynök, trooper és smuggler, mint Han Solo. Tényleg nagyon jól hangzik. De hát itt vagyok. Hova mész? Hova mész? Hát akkor téged. Hát meghalunk, elvérzünk.
Ajaj! Hát ez kellemetlen volt, srácok. És még csak... Amúgy csak igen, az achievementre mentem. Nem raktam le tábort, szóval most futhatunk vissza. Amúgy valakit nem emlékeztet ez a feliratkozás hang a Paragon MOBA játék hangjához? Hú, nekem rémlik valami Paragon. Nem a Paragonnal mutatták be az Epic Launchert. De nem tudom, hogy ott milyen hangok voltak. Viszont a hang, amit hallottak a feliratkozáskor, újra feliratkozáskor, feliratkozás ajándékozáskor, azok a Darkest Dungeon-ös narrálónak a hangja. Ki? A Paragon TPS MOBA, mint a Smite. Aha. Azzal mutatták be az Epic Launchert, hogyha minden igaz. Vagy az Unreal volt? Nem tudom. Nyuszi! Most megint mehetünk fel. Most már meg kéne csinálni azt a kempet. Nem halhatok meg. Ja, a Darkest Dungeon-nek jó a narrálója. Kövi hónapban fog jönni a második rész, ha valaki esetleg lemaradt volna erről a hírről. Szevasz, nos, szevasztok, srácok. Úgy nyomnám egyébként a shiftet, hogy fussunk. De nem fut a karakter. Sziasztok, srácok, azt tudja valaki, ha itt Twitch-en kapok dropot és elfogadom, de a játék nincs meg, akkor megkapom utólag? Megkapod utólag. Bizony. A Twitch dropok nagyját tudod gyűjteni úgy is, hogy nincs meg az adott játék. Sőt, a New World-nél nem elég annyi, hogy gyűjtöd a dropot, hanem még össze kell kötned az Amazon accountoddal a Twitch-et, hogyha jól rémlik. Táska körül az a kis jel, az a terheltséget jelzi, igen. Itt nem item slot alapján lesztele a táskát, hanem súly alapján. Igen, igen. Nálam szerintem nincsen drop, skacok. Én Organius. Na, Z. Bocsi a hülye kérdése. Hát kérdezzetek nyugodtan, srácok. Mi olyan különlegesebb a játékban, hogy hirtelen mindenki ezzel játszik? Ha hirtelen mindenki valamilyen játékkal játszik, annak az a... Ez azért van, mert valószínűleg nemrég jelent meg. A New World is a napokban jelent meg. Hát hogyha valakik vagy rengetegen elkezdenek játszani valami játékkal, akkor valószínűleg éppen akkor vált elérhetővé.
egy ígéretes MMO-ról van egyébként szó. Ezért robbantgatások vannak itt. Neked fogja bármi pótolni a vovot? Nem. Az a jó, hogy nem nagyon van két egyforma MMO, és WoW-hoz hasonlót se találtam eddig. Igen, itt ilyen frakciók vannak, igen. De nem is úgy ülök le New World-ezni, hogy na akkor ez miben jobb, mint egy WoW. De nagyon izgalmasnak tűnik, srácok. Nagyon ígéretesnek tűnik ez a játék. Au. Ajaj. Kéne kaját csinálnunk. Hát a hasonlítás az legfőképp azért van amúgy, skacok, mert hát nagyjából tudni akarják az emberek, hogy mire számítsanak. Azért vannak a hasonlítások. Ja, nincs ezzel gond egyébként, hogy keresed az MMO-ba azt, amit a WoW adott. Nem tudom, nekem egyik játék sem fogja azt adni, amit egy WoW adott annó. Utás, hogy működik a New World-ben? Hát így, azt nem tudom, hogy a Party Loot az hogy működik. Szóval ezt nem vágom. Hogyha valaki vágja, nyugodtan elmondhatja. Manaregen, az nem kell. Ez milyen grafika? Max grafika. Ez max grafika, amit láttok. Ja, hát meg akkor az a helyzet, hogy több mint valószínű, hogy a legtöbben középiskolások, egyetemisták voltunk, amikor a WoW nagyokat ment, haverokkal ilyenek, és napi tizen akárhány órákban is tudtuk ezt nyomni. Hát és most meg már változnak az idők, nem fogjuk napi tizen akárhány órában nyomni a játékokat. Leg nem a WoW szintű játékokat. Ja, szóval ez a max grafika, amit láttok. Nem tudom egyébként, a Shadowlands engem nem tántorít el. Engem ugyanúgy érdekel az összes WoW kieg. Legalább annyira, hogy egyszer végignyomjam.
Szóval ebből a szempontból nekem nincs bajom egyik jeggel sem. Itt nincsen havi előfizetés. Legalábbis még nincsen. Én ezekre valahogy sose tudtam ráhangolódni, de ez én vagyok, nekem annyira nem fekszenek, de amúgy jobb pofának tűnik. Figyelj Martin, jobb is, hogy nem fekszel rá az MMO-kra, mert nem jutna időd a legtöbb játékra. Egy MMO mellett nem nagyon van másra időd. Egyébként nem tudom azt mondani, hogy nagyon gyönyörű lenne a játék. Vannak gyönyörű részei, de akkor majd úgy is szólni fogok, hogy nézzétek meg, hogy milyen jól néz ki. Milyen jól néz ki a játék. Nem, talán most lehetne azt mondani, amikor sok a fa, meg vannak árnyékok, akkor úgy kifejezetten jól néz ki. De így a hegyekbe, meg a parton, ez nem néz ki jól. Megéri-e az árát? Hát ez egy jó kérdés. Ezt sajnos nem tudom megmondani. Nekem megérte az árát. Még akkor is megérte volna, hogyha csak a bétával játszottam volna. Mert új MMO-s élményeket adott. És még bőven nem fedeztem fel ezt a játékot. Tényleg nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen lesz majd a három frakció harca. Meg hogy mi lesz majd a max szinten. Ja, persze. Hát igen, ez egy MMO, és nem kell, hogy csoda videók kelljen hozzá, hogy elfusson. Jó sok egyébként az a játékos, aki ilyen 20-as, 15-20-as szinten van. Durva ezt látni. Szia, Shiru. Hogy megy a gép, milyennek érzed? Hát, jó. De jó lenne már azokat a küldiket csinálni, amiket addig nem csináltam. Igen, azt akarjuk. Greymane Wolfot akarunk. Feed the Spark. Ja, nem akarunk PvP-t. Nem, azok a PvP-sek ott alul. Igen. Hát így most nem látom hirtelen, hogy... Complete a faction mission and report back the magisztrátus. Aha. Jó, tehát hogy faction mission-t kéne csinálnunk, az a küldünk. Hello, mi a neve a játéknak? Javaslom, hogy nézz oda. Oda le. És akkor ott ki fogja írni. Vagy ír be a felkiáltál info parancsot ékezetek nélkül. Pont ezért nem bértáztam, mert féltem, hogy megunom az újrajátszást. Most, ha elkezdem, majd minden új lesz.
Na, Wither dakát kell ölnünk. Hát ezért nem kaptunk semmit, mert csak egyszer tudtam beleütni. Miért nem csapta meg? Na. 13 XP. Nem sok. Nem sok, nem sok. De legalább kijönnek kill. Reverse stab. Megnézzük, hogy ez mit tud. Igen, a NAV az a szerver neve, aki kérdezgeti, hogy milyen szerverrel játszok, az meg tudja nézni a címbe. Többieknek meg amúgy sem mond semmit. Ja, vicces. Amikor megláttam, hogy van ilyen, hogy NAV szerver, akkor mondom, hát ez a magyaroknak egyértelműen jó lesz. Valami chesteket is kéne találni. Aha, igen, igen, itt valami chesteket kéne keresnünk. Egy nacit. Lett egy jobb shieldem. Amíg nem jár le a cooldown, addig nem tudok pajzsot cserélni. Ilyez csatlakozok 10-es szint után? Ja, hogy milyen színű akarok lenni? Én a Covenant lettem sárga. Hogyha az érdekel, Shiro. Eddig egy chestet találtunk, és valószínűleg itt kint nem is nagyon fogok másikat találni. Ez jó volt. Durva, hogy 9-es szintű vagyok, és nem nagyon találok más fegyvert a játékba. Pedig ilyenkor már volt mindenem is a béta alatt. Nem győztem válogatni. Itt nincs semmi. Rádikókat akarok keresni. A béta volt a beeltetés a loot szempontjából, azt mondod? Nios. Jól van, Shiro. A Faction amúgy miben nyilvánul meg maga a játékban? Hát hogy milyen hozzáállása van a világhoz.
az egyes csapatoknak. Az enyém sárgák, a Covenant ilyen vallásos, szektás stílusban nyomják. Ha erre gondolsz. De nem tudom, hogy ők például miben különlegesek, tehát hogy adnak-e valami extra dolgot a karakteremhez. Szia, Sebet. Már valaki Ice Gaunt lett elnyomul. Egy percet kellett várnom, majd hogy nem. 10 másodpercet kellett várnom a Q-ba, mert egy ember volt előttem. Erre a váve. Megyünk vissza, leadjuk ezeket a küldiket. Ja, ilyenkor délelőtt nincs sor az EU-s szervereken. Jöjjön megjelenés napján akkor volt, de most nincs. Jaj. Igen, egy kicsit fura a szettem, Rókucika. Ja. Ha tehetem, majd lecserélem. Még most nem tartunk ott. Mellé nyertem a teámat. Mindenki cowboy, mindenki ilyet kap. Ilyen sapit kap kezdésnek. Level 10, bam bam! Gladysszal kell beszélnünk. Been hearing good things about. Ja, ez ilyen kezdő cucc. Ez a Shopess. Ilyen... Hát hogy is kell ezeket mondani? Azért néz így ki a sapkám, mert a light head vir az így néz ki, de a heavy az például már másabb. Ezek light cuccok, amik rajtam vannak, de itt van például egy heavy chest. Nem is tudom, hogy lehet megnézni. Hát ha fölveszem például. Csak le kell venni róla a skint. Tessék. Ilyen a light. Ilyen meg a heavy. Constitution plus 8. Mindjárt átváltom a skinemet. Ez a Twitch droppos skin. Mindent szétszedek, amit csak lehet. Jó. Faction reput kell szereznünk. Az a feladatunk. Faction reput meg úgy szerzünk, hogyha a faction boardról csinálunk meg küldiket. Mint amit az előbb is csináltam a Wither-dök ölésével. Hm?
Territory Progression. És itt van valami... Hát más küldetés. Ja, látom. Át kell nézni a következő területeket. Oké. Igen, itt ki tudunk menni majd éjszakon. Szóval a fő küldetésünk azt mondja, hogy azokat a területeket nézzük át. Hogy elimináljuk a korrupciót, vagy legalábbis az arra utaló jeleket. És... Hátja, szia-szia! Nagyon-nagyon szépen köszönöm a 22 hónap támogatásodat. Mi újság, Petya? Hocsmint. Ergessétek, srácok, azokat a bizonyos szövegeket Petyának. Hármas küldünk az az, hogy itt a Fisherinél öljük meg a vidaldakat. Érdemes PvP módba lenni, akkor mindenre is 10% bónusz kapok. A városba tudom bekapcsolni, és ott tudom ki is kikapcsolni, és igaz? Chestet kell keresnem még. Köszi, kock, jó. De még csak level 9-es vagy? Nem para, Petya. Ilyen ez az élet. Majd ha eljön a hétvége, talán egy kicsit több időd lesz rá. Na végre! El se hiszem, skacok. Újabb sapi. Erre tudunk valami skint rakni? Asztalat. De jó skinek vannak, haló. Hide headgear olyan is van. Ó, hát ez a set, ez nekem nem tetszik. Maradunk így. Jó, és megnézzük a Warhammert. Nem tudom, ja, kettessel lehet átváltani. Na nézzük, skacok, milyen lesz a Warhammer. Azt hiszem amúgy nekem a Great Axe tetszett. Úgy néz ki, hogy nekünk ezek a ládikók kellettek. Nem veszem amúgy a skint magunkról. Ez egyébként jó dolog, hogy nem kell minden egyes felszerelésnél átállítani, hogy nézzünk ki. Jól nézzünk is, kacok. Micsoda? Ott van. Ez kell nekünk, a hatchet. Inkább a hatchet, mint a Warhammer. Hogy tetszik eddig a game? Frissnek érződik, mármint van benne elég újdonság, amit más MMO-ban nem tapasztaltam.
Eleve azért kezdtem el vele játszani, mert hogy olyan dolgokat... Dolgokat láttam benne, ami így a másik többi MMO-ban nem volt. Meg nekem ez a területes mass PvP, ez is így teljesen új. Milyennel még nem találkoztam. Jó, és most oda kell mennünk az ötös fele. Ki kapitány? Bejön a szerelés? Talán most egyébként a legjobb cucc, a legjobb felszerelés a fejlődésre az a kard meg a shield, mert zöld kardom van. Szia Jenny, szia Misi, szia Nakpenda, szia Pac-Man. Wow, szevasztok srácok. Hát amúgy adunk egy esélyt majd a PvP-nek, aztán hogyha nagyon, nagyon megszívom, akkor majd nyilván kikapcsolom. Hát, hogy van benne bőrözés, bányázat, favágás, gondolom herbaliz. Ugyanúgy vannak túlok hozzá, favágó fejsze, pikakszik, meg minden. Aha. Nem is tudom, hogy ezt most itt holtam hirtelen megmutatni neked. Itt vannak a képességek. Ott vannak a gyűjtögetős, favágás, miningolás, horgászás, ez a gyűjtögetés, ugye kaszálni a növényeket, meg az gyümölcsöket, meg ilyenek. Skinningelés, ilyen, hát trekking meg skinningnek hívják. Mindezeknek a megmunkálása is itt van. Aztán a kraftolós képességek is itt vannak. Csomó munka inkább, profession, szakma, ezek a szakmák. Csomó szakma van a játékban. Azt hittem, Janice, te csapattad ezt a New World-ot. Az alfában az nem tetszett, de szerintem most is ugyanaz, a dungiba való bejutás. Oda mész a dungeon helyére és behívjátok egymást. Ez nagyon fos, és ha nincs ott senki vagy, random vagy, akkor elakadsz, nem jutsz be, remélem berakják az autó matchmakinget. Hát ez egy olyan dolog, ami... Hát figyelj, ez egy érdekes felvetés egyébként, hiszen okkal jött a WoW-ba is a meccskeresős rendszer, a Dungeon Finder, de az autoantikus élmény az ez, amit elmondtál, de fene se tudja, nem tudom, majd nekem például milyen élmény lesz majd. Nem próbáltad ki? Hoppácska. Tudom, hogy nem szeretjük a hasonlítgatás, de olyan konanás a dolog, építkezel, fejlődsz, harcolsz, stb. Hát, az helyzet, Janice, nem tudom, hogy az MMO-kat mennyire vágod. Hát, limitáltan tudsz építkezni, inkább itt egy előre elkészített világba vagy, és tudsz harcolni, gyűjtögetni, megismerni a világot. És főleg más playerekkel csinálhatod ezeket. Zöld loot, azt nézzétek, de jól mutatja. Szóval ez nem egy túlélős játék. Nyilván túl kell élned, hogy ne hajj meg a karaktereddel. De nem ezen van a hangsúly. Nem tényleg az, hogy másokkal, akár random emberek, akár ismerősökkel együtt csináld a küldetéseket.
Az autó matchmaking, tehát tönkre volt, addig volt jó, amíg a Lich Kingben ott volt az Alapfinder, és legalább oda kellett menni, közben felfedezted a tájat, véleményem szerint. Igen, ezzel kapcsolatban sokan vitatkoznak, hogy mi az, ami kell, és mi az, ami nem. Mitől autentikus MMO élményeket ad? Tehát, hogy az MMO ugye arról szól, hogy másokkal játsz együtt. De a mostani WoW-ban ameddig nem kell bemenned a dungeonbe, addig gyakorlatilag szólózod. Hát a fene se tudja, mi a jó. Nekem egyik se volt ellenemre. Mimicsőnek a spawnja rémesen lassú. Hát ez csak azért van így, mert új a játék. Amíg új a játék, addig ez sajnos ilyen élmény lesz, hogy nagyon nehezen. Emlékszem, hogy farkasokat én nagyon nehezen találtam a bétában, mert mindenki azt kempelte. Volt egy küldetés. Az egy faction küldetés volt. Kell szednünk Iront. Ja, nektek azt tetszik ebben, hogy a harc az nem olyan, hogy megnyomod a tabot és akkor nyomogatod a képességeket, hanem hogy így céloznod kell, hogy mi hova menjen. Nekem ez tetszett a Terrába például. Meg azt hiszem a Tesóba is ilyen a harc. Mekkorának érződik a map? Hát itt kezdtem, itt alul. Itt az első város, és itt küldizgetek. De így ekkora a pálya. Azok ott a 60-as területek. És ha jól tudom, nincsen mount, ugye? Igen, együtt játszani úgy kell, hogy... oda mentek egymáshoz, de nem együtt, nem egy területen kezdtek például, igen. Igen, az rossz élmény lehet, hogy nem vágjátok, hogy hogyan kell együtt játszani. Mert nem csak annyi, hogy együtt indítotok karaktert. Szóval annak a témának érdemes utána nézni, srácok, hogy hogyan tudtok együtt játszani. Annak utána kell olvasni. Mi azt csináltuk, hogy kezdem megcsináltuk a küldetéseket, addig amíg sztori volt, és utána átfutottam a haverhoz azért. Aha. Csak TP helyek vannak, aha. Ez sok. Hát, hogyha az előbb is alig fájt, akkor ez sem fog fájni. És itt lesz a bejárat majd. Nem vagyok benne semmilyen klánbas kacok.
akkor ez végeredményben nem MMORPG, hanem csak RPG. Miért ne lenne MMORPG? Á, ide kell jönnünk. Én most magányosba nyomom. Ha erre gondoltatok. A magányos farkasként nyomom. Sziasztok, Jalon. Hát körülöttem sok másik player van, akik csinálgatják a küldetéseket, de én így a fejlődési szakaszt azt így egyedül szeretem nyomni. Kinek ajánlom ezt a játékot? Az MMO játékokat, mint például ezt a New World-ot is, annak ajánlom, aki valami olyan játékot szeretne magának, amivel jó időre le tudja magát kötni. Ha most éppen nincsen játék, amivel játszon, ez jó időre tényleg lefoglal. Ez jó időre lefoglal. Hú, ez egy kicsit furán néz, kis kacok. Húha. Oké, azt hittem, hogy beszorultam. Textúra alá. Jó van az úgy. Ez a terület egy kicsit fura. Folyamatosan mozog a karakterem. Egyébként nem tudom, hogy mennyire kell erőmű ehhez a játékhoz, hogy jól elfusson nektek. Szia, ja, jó. Amúgy itt látsz egy ilyen phishinges jelet. De nekem nincsen semmi. Nincs horgászbotom se. Úgyhogy ezt elengedjük. A Warframe ingyenes, abban is lehet horgászni. A 8 giga RAM az a mai világban már a legtöbb játékhoz kevés. És durva, hogy még mindig árulnak úgy gaming laptopokat, amik gaming laptopok 300-400 ezerért, amikben 8 giga RAM van. Ha vesztek esetleg egy ilyen laptopot, akkor az első dolgotok legyen bővíteni 16-ra. 16 a mai világban már a legtöbb játékhoz kell. Nem tudom egyébként, hogy ez elfut-e például Mac-en. Eddig mi a vélemény a játékról? Nagyon zsír. Nagyon jó, nagyon tetszik, hogy megvan oldva, hogy egy karakterrel mindent is meg tudsz csinálni. És nem is tudom, hogy például miért érdemes ebben a játékban új karaktert csinálni. Mert hogy jelenleg mindent meg tudsz csinálni egy karakterrel, amit csak akarsz. Nem kötelez téged arra a játék, hogy már az elején eldöntsd, hogy te íjász legyél. Ez tök jó. Azért kérdeztem, mert barátnőmmel keresünk új játékot, nagyon sokat játszottunk, Diablo-t például, és gondolkodok, hogy megvegyük-e, hogy tudjunk érve, hogy hát figyelj. Szerintem
szerintem együtt játszani ezt a játékot egy jó ötlet, egy jó döntés. Lehet. Tényleg csak azt, annak nézzetek utána, hogy hogyan kell együtt játszanatok, mert hát még nem éppen megy olyan könnyen. De szerintem jó együtt játszani ezt a játékot. Az MMO-kat mindig is jó volt együtt játszani. Haverokkal, barátokkal, barátnővel, baráttal. Szerintem mindig egy jó elfoglaltság volt. Nem egy embert ismerek, akik például MMO-ba ismerkedtek össze, vagy együtt játszanak MMO-kban. Szerintem ez egy tök jó program. Hát nem tudom, Ketelia, nem tudom. Én is szeretek amúgy altokat csinálni, de itt nem tudom, hogy miért kezdne az ember egy új karaktert például. Szia, Mapko. Akkor MMO-ba kell csajózni menni? Nem tudom. Ezt nem tudom már, Benzsár. A mobákba is lehet ismerkedni, MMO-ba is lehet ismerkedni. Aztán rajtatok áll, hogy abból mi lesz. Hát... Nem tudom, hogy ez a játék mennyire PvE. Mivel factionök vannak és területharcok, nem tudom, hogy mennyire van a hangsúly itt a játékban a PvN. Mióta van felirat a Twitch-en? Nálam van. Ó, köszi szépen, köszi szépen. Déva a klippet. Rendes tőled. Van felirat, és ki is tudjátok kapcsolni, hogyha zavar. Tobi Eintracker most meg nincs, mert ahogy összeraktam a setupot, az így nem működött. Hogyan csinálod? Varázsló vagyok? Nem, OBS plugin-t használok. Mi mindig kell faction reput szereznünk. Megnézted? Csak Windows 10 alatt megy a New World. Ó, köszi! 580 repu kell, hogy szintet lépjünk. Mindent csinálunk. Ez nem igaz, Windows 7 alatt is mennie kell. Hát már egyre kevesebb játék támogatja a Windows 7-et. Kezdik elengedni. Az esélyt ott például teljesen idegenekkel játszottam a világ minden tájáról, ha volt közös küldi, és úgyis fán volt remek szórakozás abban a PvP-s, aha. Hát Steamen is csak a Windows 10 van odaírva a specekhez, ó. Oh. Lehet, hogy ettől még elindul a Windows 7 alatt, bár lehet, hogy már nem sokáig. Gondolom, Mapko próbáltam. A városba ne akarjatok sok FPS, srácok. Sajnos a sok játékos,
sok játékos eléggé oda csap az FPS-en, de ahogy látjátok, a kockaszámokat bal felül itt a városban, ami igazán kell, az nem egy videókártya. Látjátok? A videókártya 40%-on megy. Weapon case level 9. What is it that in times of trouble people are so quick to doubt their leaders? I suppose I will never understand. Na, lett egy újabb cipellőm. Upgrade. Ezeket meg szétszedjük. És ki kéne pakolni a fákat, meg egy csomó cuccot, hogy ne foglalják itt a helyet. 219-es legyó. Slash damage 82. És lehet közben fire staffom is. Hát én bekapcsolvajtam ezeket a kockaszámokat így az első stream erejéig, hogy lássátok, hogy hogy fut nálam a játék. Sherman Band. Aha. Ezt már csináltuk. Talán itt hagytuk abba a bétát, hogy én oda mentem az öreg emberhez. Jó. Mert hogy az én gépemből csak integrált van, szerintem elindítás után felrobbana. Tényleg skacok, ezt a játékot lehet játszani GeForce Now-val, vagy Stadia-val, vagy bármi ilyesmivel? Ja, a városban durván zabálja a processzort. Hát igen, ez egy 7700-as, már nem egy mai darab. Egyelőre nem lehet? Aha. Ja? Mizé? Ameddig nem megyünk 60 alá, és jól be tudom állítani, hogy fluid legyen a dolog, addig engem nem érdekel az FPS. Amazon, így gondolom Only Amazon Luna, de én arról sem hallottam, hogy ott lenne, az meg szerintem gáz, ha ott nincs. Ha tervezik, az tök jó. Mire tervezem majd lecserélni? Megmondom őszintén, ezen nem agyaltam. Egyelőre. Talán már a 10. vagy 11. generációs Intel procik vannak, valami olyasmin gondolkodom egyébként. 10. már biztosan van, a 11. még nem tudom, hogy egyáltalán.
De még nem jártam körbe ezt a témát. Van plegyka, hogy a 12. hamarabb érkezik, mint várják. Hát, ennyire le vagyok maradva. Ja, azt meg pláne nem tudom, hogy mennyibe kerülnek most a procik. De biztos... biztos jobb a helyzet, mint a videókártya piacon, mivel chipekről van szó, valószínűleg a prociknál se a legfényesebb a helyzet. Játékok terén a 9 is bőven elég? Hát, ha most azt mondom neked, hogy a 3080-amat már számos alkalommal battle-nekkelte a 7700K, akkor hát kell ezzel is foglalkozni. Üdvöd mindenkinek, srácok! Nekem tavaly lett lecserélve a streamer gép, és hát... A 3770K-n érződött, hogy az már egy kicsit kevés. Azon már érződött. Hát oké, csak hogyha most váltanék, akkor nem 8800-ra váltanék, hanem nem tudom, hogy például teljesítményben egy 10000-es mennyivel jobb. Még kell 2 hordó, lőporos hordó. Nyugodtan, Richman, nyugodtan kérdez. Na végre! Oké, és... Van még 2 küldi. Igen, most olyan küldetéseket csinálunk, hogy ölj meg ennyit, gyűjts be ennyit, és keresd meg amannyit. Ezek ilyen ismétlődő feladatok. Szóval ezeknél úgymond talán nem is annyira lehet elvárt, hogy újakat mutasson a játék. A PvP küldiket nem vettem fel. Ennyire grindolós a játék. Hát gondolom grindolós, mivel MMO-ról van szó. Ez egy 16-os enemy volt, és 25-ös skill kell, hogy megskillingeljük a fenébe.
Gépemből a GTX 1070 kártyámat, mivel laptopra váltok, én használtan vettem 60-ért, kb. 2 éve, és most a bányászat meg a hiány miatt 200-ért fogom tudni eladni. Wow! Hát, ez egy olyan dolog, hogy nincs olyan, hogy a legjobb processzor, meg olyan sincs, hogy legjobb videókártya. Mondjuk a videókártyáknál ezt annyira nem mondom, mert azt nem vágom annyira. De nem mindegy, hogy mire akarod használni a procidat. Anna, amikor ezt nézegettem, akkor úgy jött, tehát hogy arra jöttem rá, hogy a streamelés ez teljesen jó lesz a Ryzen, mert oda jó, viszont a játékokhoz talán még mindig igazán az Intel kell. Aztán a fene se tudja, hogy most így 2021-ben mi a helyzet ezzel kapcsolatban. De megmondom, ezt annyira nem is mentem bele ebbe a témába, mert tényleg csak a streamelést néztem. Hogy a streamer gépben milyen proci legyen. Nincs már melegedési gond? Hát én most elindítom neked a Ryzen mestert. Mit mond a Ryzen mester? Iszonyatos melegedések vannak a Ryzennél, legalábbis ennél a típusnál. Persze, megtalálom. Fokon van a procim. A szemétje! Milyen proci, milyen ütő? Leírásban meg tudjátok nézni. Azt hiszem 3900X és egy Dark Rock Pro 4 van rajta. Hát persze. 85 fok az úgy korrekt. Csak nekem szokatlan. Ennyi. Pont a héten vettem egy 5800-asat, egy Dark Rock hűtővel, bárhogy izasztom, 68 fok fölé nem megy. Az szép. Kéne 5-ös, 6-os küldiket csinálni. Milyen hűtő? Lehel. Ezt tetszik az best. Ez egy érdekes téma. Hát az a helyzet, hogy én a 3770K-mat hasonlítgattam ez a Ryzenhez, de hülyeség. Tehát nagyon-nagyon hülyeség egy ilyen régi processzort egy ilyen újhoz hasonlítgatni, úgyhogy el is engedtem.
Na. Vagy van a repetésem? Köszönöm szépen, sokkal jobban már nincs. És már az átázott fal is jól néz ki, olyan, mint hogyha egy új lakásba élnek. Az a helyzet, hogy amikor így átázott a fal, és úgy nézett ki, mint valami csöves lak, akkor olyan érzésem volt, mint hogyha ilyen igénytelen lennék, vagy mit tudom én, micsoda, de nagyon nem lehetett vele mit csinálni, mert száradnia kellett a falnak. Meg megvárni, hogy nem lesz újra vizes, megszűnte a probléma, és szörnyű volt azt látni folyamatosan, hogy hát ilyen vizesedett falunk volt. Ez nagyon csúnya. Ajaj! Húha! Vagy a baj? Biztos jó helyre jöttünk. Jó. Hú. Igen, ezek karcoltak rendesen. Na, ez tetszik, ahogy itt nyomjuk. Ide kellett jönni? Chesteket kell keresgetni. Hát akkor jó helyen vagyunk, mert itt kell keresgélni a chesteket. A Steam kézi konzolja így első blikre nem szimpatikus a gombok elhelyezkedése miatt. Egyébként meg egy rohadt jó kezdeményezés, hogy a Steam-es játékaiddal tudsz játszani. Easy módban, bárhonnan. Ez egy rohadt menő dolog. Aztán lehet, hogy ha kézbe fogom, és igazából nem lesz zavaró a gombok elhelyezkedése, akkor ezzel nem lesz gond. De amúgy, ez egy nagyon jó kezdeményezés. A Steam Deck. Ja, Steam Deck. Hát, hogy vannak-e rédek a játékban, azt nem tudom, de ívelgetik a csapatokat össze itt a World Chatben. Vétában a muskét elég gyenge volt, most is az volt, mert esetleg alkalmat kipróbálni? Nem. Bétába próbáltam. Hát ez nem lesz jó, ezt el kell engedni. Ezt el kell engedni. Még csak tábort se raktam le. Milyen skilleket fejlesztek? Az helyzete nem volt még alkalmam annyira megnézni, hogy itt a Sword and Shield-nél mik vannak. De hogy így, hát nem tudom, egyre csak pakolászok ide-oda. Jó lenne egy új MMO, viszonylag nagy magyar játékos bázissal. Hát sokan nyomják a magyarok közül a New World-ot egyébként. Itt van a Ryzen Master 100 Celsius fok. A tesódat keresték a 110-et. Asztarat! Elfogyott a stamina. Mikor jelenik meg a New World?
Hát, már megjelent. Ajaj! Igen, ehhez a szikára kéne. Milyen tanácsod van kezdő Siege-eshez? Kezdő Siege-esnek milyen tanácsom van? Csapassa, élvezze a játékot. És próbáljam meg társakkal együtt nyomni. Szóval a napokban jelent meg a New World. Tegnap 8-kor volt a láncs, ugye? Ami egyébként meglepett. Reggel 8-as láncs. Tízes mining. Amúgy igen, Steve nem mond hülyeséget. Próbálj ki több operátort is, ne csak egyet menj nála, ez egy nagyon jó tipp. Így legalább megismered a többit, és tudsz majd ellenük játszani. Én azért jöttem ide, hogy craftoljak magamnak healt, mármint egy kaját. Wooden longsword, tehát ez nem érdekel minket. Ja, és kéne szikkal. Sheetsclaw, flint kell hozzá. Összedobtam itt egy tábort, és már mások is ezt használják. Általában én az ilyen, hát, este 6-os, vagy esetleg éjféli megjelenéshez vagyok szokva, és most egy kicsit fura volt, hogy ilyen reggel 8-as időt kaptunk. Csak én nem hallottam arról, hogy jön ez a game, vagy ez csak úgy a semmiből jött. Nem, ez nem csak a semmiből jött. Aki oda van az MMO-jér, az már lassan egy éve, ha nem több figyeli. Sokan fognak ezzel a game-mel játszani, hogy jövőre jön az NFT game robban. Az micsoda? Az micsoda az az NFT game robbanás? Fiber. Kéne Fiber. Kéne Fiber, hogy leessen orgázbotunk. Olyan játékok, amikkel valós pénzt tudsz keresni. Na látod, én meg ezekről maradtam le. Ezekről az NFT-s dolgokról. Nem hallottam még ilyenről. A WoW gold, de a WoW-os gold árulás az egy illegális dolog. Gondolom itt meg nem éppen illegális dolgokról van szó. A rendet csak barátokkal játszom, vagy randomokkal is lehet? Ha teheted, akkor barátokkal játszod. Az NFT az új gambling hype a kripto után. Ja, hallottam, hogy ilyen képek, meg mit tudom én, micsoda, de annyira nem ástam magam bele ebbe, Dave.
In-game coin tudsz valós pénzre váltani. Nem tudom egyébként, megmondom őszintén. Nagyon réteg, nagyon kis réteg az, aki kereskedni szeret a játékokba, talán nekik egyébként jól jön. De mint egy átlag játékosnak, aki csak a mechanikák miatt játssza a játékot, nem biztos, hogy ez a dolog meg fogja mozgatni. Nem tudom, annyira nem vágom ezt a témát. Nem kell kereskedned. Érdekes. Nem, mintha itt kapsz goldot a... És nem PC player vagyok, így, így nehezebb nekem játszani, meg barátokkal játszani. Hát figyelj, majd talán jövőre jön a crossplay, és akkor lesz ilyen gond. Megállíthatatlan a stabem. 10% eséllyel kriterünk. Ha sikeresen eltalálok valakit a heavy attack-ommal, akkor egy debuff leesik rólam. Heavy attack után 5-szakig a sima attack-unk erősebb lesz. Aha, ott jelzés. Igen, igen, most kombózni kell a heavy-t utána, a lovot, meg skilleket nyomkodni. Az a feladatunk, hogy chesteket kell keresnem. Jó. Szépek a sebzéseink így. Oké, még 2 ládikót kell keresni. Hát igen, na. Gyorsan egyet. Gyorsan egyet a kaját. Már több NFT, és MMO is van. Nagyon menő, sapin.
Na, azt nézzétek, milyen sapim lett. Szoketelhető. És így nézünk ki. Nagyon jó. Eddig nem is volt kesztyűm. Heavy headwear wear. Aha. Hát ezt eladjuk. Ó, és lett ice gauntletem. Ezt ki kell próbálnunk. Nem próbáltuk ki a bétába, úgyhogy most meglessük. Ja. Nem is, valószínűleg lehet, hogy nem is nekem mondott Cornboy, hogy meggyőzze engem, csak én tényleg nem hallottam erről a előre a műfajról. Hát... ez így eléggé Resident Sleeper. Jól van, kitartást, Richmond. Kösz szépen, hogy itt voltál. Pápá. Igen, van vasember kesztyű. Szevasz, Simi. Aha, és van pajzsunk is. Még egyet kell megölnöm, hogy fejlődjön a képességem. Au. A srác itt mellettünk rapierre nyomta. Trail of Spike. Ice Pylon. Na jó. Kaptunk egy flatboat, és már csak egy ládikó kell erről a környékről. Na, ott egy enemy, nézzük csak. Hú. Ha? Aha, ott az Ice Pylonom, ami lövi az enemit. Ó, de király! Na, ez amúgy tetszik. Ez tetszik. Sokan a Rapier Ice Gauntletre esküsznek, aha. Hát, mivel mindenki humán itt a játékban, és mivel tehát, hogy egy karakter mindent is meg tud csinálni, én sem látom azt, hogy valaki mire akarjon még egy karaktert kezdeni mondjuk ugyanazon a szerveren. Egy másikon megértem, hogy miért akarnak kezdeni, de ugyanazon a szerveren, hát nem tudom, Killerstroke. Jó, meg lett ez a küldi, most már csak a hatos van, ahol ládikókat kell találni.
Jól láttam, a pylon agrót is von, szóval még tankol is neked egy kicsit. Igen, csak az gyorsan szét tudják csapni. Úgyhogy nem biztos, hogy jó ötlet a pylonnal tankoltatni. Inkább nekünk kell húzni az elemit. Na tessék, itt a... amit így lehet gyűjtögetni. A Stengel Wispeket gyűjtünk. Ez a gyűjtögetős szakma. Van, amikor víz hangzik, mert hogy víz hangzik a kalapárás, van, amikor meg egyáltalán nem. Nem offoljátok. Ez a kripto téma, ez olyan, ami tőlem távol áll. Nem vagyok benne egyáltalán járatos. Elszedtem már valami weapon setupot, vagy még nézegeted? Annó az első bétában nekem a kard és pajzs, ami így nagyon megtetszett. És most mivel nem találtam jobb itemet, ezért lehet, hogy maradunk is ennél. Szoktam el vovozni? Hát, én az a fajta vov játékos vagyok már jó pár kieg óta, aki játszik egy kieg megjelenésekor, és aztán offolja is egy-két hónap után. Nem tudom, a pylonnal mi történt, valószínűleg el kellett volna pusztítanom, vagy nem tudom. Akkor mondjuk jobban élvezném a WoW-ot, hogyha ha a csapatom is lenne mellé. Lehet, hogy a kövi wolf kiegre úgy kéne készülnem, hogy csapattal nyomjam. Mert az egyedül dungeonezés jó, de nem annyira izgalmas. Ja, bármit ki lehet maxolni. Hát nem az van itt, hogy kiválasztod az elején, hogy milyen kaszt akarsz lenni, szóval egy karakterrel minden is lehetsz. Ez egy tök jó dolog. Akkor mint egy Skyrim? Hát nem tudom. Az a jó, hogy itt level 20-asig ingyen újra oszthatod a pontjaidat. A Skyrimban nem tudom, hogy mennyire van lehetőséged újra osztani a dolgokat, amiket már kiraktál egyszer. Úgyhogy talán a Skyrim ebből a szempontból egy kicsit kötött. Talán. De nem tudom. Jó, úgy néz ki, hogy meg vagyunk. Megcsináltuk a küldiket.
Olyan kérdésem lenne a New World szakértőkhöz, hogy itt van egy settlement mellettem. Érdemes-e ide elmennem és innen fast travel-elni, vagy innen fast travel-elek? Igazából... Aha. Bárhova tudunk menni fast travel-el, hogyha jól látom. Nem kell úgymond megismernem a helyet. Értem. Jó, akkor ha ide elmegyek, onnan elvileg tudunk fast travel-elni oda-vissza. Skyrim a játék... Skyrim? Szóval a New World a játéknek a neve, amit egyébként itt láthattok lent. Lentebb egy picit. Heu, Ragnán, horda vagy, gyere velünk, 3/10 Mythic Raid és pörögnek a Mythic Plus Dungeon-ek. Hú, ez tetszik Redfainból. Lehet egyébként, hogy valakikhez majd oda kéne csapódnom, még akkor is, hogyha sokadik raidre visznek el. Sokadik normára visznek el, még akkor is. Mármint, hogy nem az első alkalommal megyek, mert ez nem is annyira érdekel. Ja, az egy jó betekintés lehetne nektek a rédezésbe. Mert a rétfinderezés az nem az igazi. Az nem az a hangulat. A rét hangulatot a rétfinder nem tudja átadni. You have returned. Elég jó a game, tegnap én is toltam kb. 8 órát, nekem a kétkezes nagykalapács jött be meg a kétkezes fejsze. Nekem is egyébként a kétkezes fejsze adta legutóbb a bétába. Elrenden, nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásodat, imáron 31. hónapja, itt újra itt köztünk. Mi újság, mi újság? Tergetni fogod a Vanguardot, vagy mi az, ami most neked adja? Elrenden. Mi a... Milyen menő izé, teknősöd van, Avenger. A Raidfinder egy ká... Hát nem is az, hogy káosz, de nem adja át azt a hangulatot, amit egy guild ad. A raidjeivel. Várjál, haza tudok... Rikolni tudok az innenbe, és az ingyenes. Ó, de jó! Na majd jól megzaklatlak akkor Red Painból. Van hordán. Van Ragnaros hordán karakterem. Arator Aliban már nem nagyon játszanak az emberek. Legalábbis ismerősök. Itt volt egy item, amit fel akartam rakni. Az igen, hogy nyomják itt rédelést a skacok. Árulom a ruhámat. Méghozzá azt. Valaki 30-ért árulja, akkor én felrakom 29-9-ért. 14 napra. Hülye vagy. 3 napra. Sőt, amúgy 1 napra felrakjuk. 14 napra felrakni egy itemet. Mentem gildesére, de azt sem tudtam, mi van. Pedig azok a jók amúgy. Az best. Van itt egy spearünk, amit el lehetne adni, meg van egy life staffunk is. A fegyvert akarok eladni. Micsoda? Azokat nem tudom eladni. Ja, hogy rossz helyen néztem. Az all itemnél néztem. Értem, tehát ez a life staff 4-be kerül. A spear 5-be kerül. Inkább szétszedem.
Ez a fire staff. Értem. Ez a fire staff többbe kerül, mint azok a zöld cuccok. A hatchet és a life staff epic combo. Ja, a hatchet az tetszett az első bétában, a másodikban pedig már a kétkezes baltával nyomtam. Na jó van, hát akkor ezt szétszedjük. Wow, rendben, nice. A sárga covenantot választottam, pokoljáró. Igen, rosszul néztem itt a dolgokat. Valóban igazad van. Igazad van, Nioga, ez nem zöld. Á. Jó, hát akkor... 70. Jó, sokan állnak már itt. Egyre többen vannak srácok a városban. Úgyhogy most már nem biztos, hogy sok esélyetek van bejutni a szerverre. Ez most egy jó érzés lesz, skacok, mert egy csomó küldetést felvettem, és most fogom ezeket leadni. Mindet. Egy, kettő, három. Ja, hogy elnéztem. Elnéztem, mert hogy nem annyira pukál, csak annyim van. Trial a következő ranghoz, az meg gondolom 3000, aha. 3000 reput kéne összeszedni. Hát csináljuk. 1380-ért mi az, amit tudunk venni? Egy ilyen menőn kinéző sapkát, dexes sapit. Meg egy jól kinéző light chest vert is akár. Egy rapiert is lehetne. A templár majd a következő szinten lesz elérhető, gondolom én. Igen, 3000 repó. Tehát akkor, ha nem költök semmit, akkor nagyon menő cuccokat tudok majd venni a templár ranknál. Kék cuccokat is még hozzá. Hát ez elgondolkodtató. Ez elgondolkodtató. Igen, egy kicsit bele is zavarodtam, hogy most mi van. A subscriber arrives. It fills you with determination. Ez az a bűvös tehén, amit ha megfejünk, akkor kibannolnak. Lehet, hogy most ki fognak bannolni. Domi, nagyon-nagyon szépen köszönöm közben a támogatásodat. Üdvi máron hivatalosan néked is a feliratkozott vadászok között. El kell menni ide-oda. El kell menni a kocsmároshoz, vele is beszélni. Itt van Miss Lore. Wow.
milyen menő rúcia van Miss Lornak. You've become a perfect. I do appreciate you taking my request to Inkeep Beaton. Köszönöm a kedves szavakat, Avenger. Lassan szerintem elmegyek gyorsan ebédelni. De benyomjuk az autórend. Úgy hallottam, hogy úgy nem dob ki minket a rendszer. Szia, Miss Lore. Hát lassan elmegyek egy gyors ebédre, erre próbáltam célozni. Hozzáértem az előbb a gúnyáthoz, Miss Lore. Az én voltam. Megöltem egy aligátort, és nem lett belőle táska és cipőt csinálni. Micsoda? Nem lett belőle táskát és cipőt csinálni. Hát ez átverés. Vagy ez egy alternatív univerzum. Folyik. Valamelyik. Oké, ott van sima küldünk, és van faction küldünk is. Mining speedünk nő, hogyha elérjük az 50-es STR-t. Dexnél meg a skinning speedünk. Logging speed, fishing, akármi, harvest. Jó. Ja, hát igen, az Ice Gauntlettel sose fogok eleget sebezni, mert hogy az inből scale-el. Hoti. Hát amúgy pont most kéne elmenni ebédelni. Így, hogy egy óra van. Meg itt vagyunk a városba. Mert hogyha már kimegyek, akkor az legalább egy fél, háromnegyed, esetleg egy órás kaland lesz. Na milyen jó trükkjeitek vannak, srácok, hogy ne dobjom ki a játék, amíg elmegyek kajálni. Az autórán múltkor, ha jól emlékszem, játszott, tehát benyomtam az autóránt, és nem dobott ki a játék, legalábbis ti ezt meséltétek, hogy van ilyen. Mit tudtok mondani? Mit lehet csinálni, hogy ne dobjon ki a játék? Ez így elég lesz szerintetek? Covenant területfoglalós mechanika hogy működik? Hogy működik a Covenant területfoglalós mechanika? Nem tudom, én még nem láttam ilyen PvP-ket Xenmester, de érdekel. Kíváncsi vagyok, hogy ez hogy megy. És Davex, nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásodat, immáron második hónapja. Srácok, peregjenek azok a bizonyos szvegek Davexnak. Köszönöm szépen a támogatásodat. Most jelenleg semmit, de majd a Vanguard lesz, és áruló leszek, mert kontrollerre fogom játszani. Hát figyelj, rendben, nekem kontrollerre jobban adta a Vanguard, mint egérbillentyűvel. Köszi szépen a pergetéseket Davexnak. Na, srácok! Ez itt a NAV, ez a NAV-os World pokoljáró. A NAV-on vagyok. Viszont most elmegyek ebédelni, és
Hát bízom benne, hogy nem dob ki minket a szerver, nem tudom, hogy milyen kiúk vannak, de nincs kedvem. Tehát hogyha esetleg kidobna minket a rendszer valahogy, akkor, akkor diablózni fogok ebéd után. Hogyha nem dob minket ki a rendszer, akkor pedig folytatjuk a New World-ezést, úgyhogy ma egész nap New World-ezni fogunk. Ez a terv. Úgyhogy gyorsan ebédelek, és ebédeljetek ti is, hogyha esetleg még nem tettétek volna. És így van, a NAV szerveren vagyok, srácok, és a Covenant frakcióba. 500-asak jó. Ó, köszi szépen, köszi szépen. Köszi szépen a helyzet jelentést. Úgyhogy ja, innen folytatjuk, remélem, hogy eddig tetszik nektek a móka. Én örülök már, hogy végre nem veszik el a mentésem, nem veszik el a karakterem. Mert hát a bétás karaktereimnek annyi. De hát ez ilyen volt. Muszáj volt belekóstolnom a játékba.